Négy olyan csapat lépett pályára a Sitkó Ernő emléktornán, amelynek mezét viselte az egykori center. A Kék Cápák 87-65-re legyőzték az A csoportba két évtized után visszatérő budapesti Honvédot, így döntőt játszhattak a Debrecen felülmúló Szolnokkal. A tiszapartiak kezdték jobban a meccset, és előnyükkel jól gazdálkodva 74-61-re megnyerték a finálét. A nyíregyháziak edzője számára az volt a fontos, hogy lássa a fejlődés csapata játékában. Abszolút láttam első mérkőzésen szinte végig, tehát az teljesen volt. Itt a második mérkőzésen is voltak jó érek, tehát azt gondolom, hogy összességében nem lehetek elégedetlen. Próbálkoztunk többféle felállással is, illetve valamikor a kényszer vitt rá minket, hiszen fault problémák voltak, vagy fel a problémák miatt nem tudtunk valamit kipróbálni. Valóban keresni kell, főleg akkor akadozott a játékunk, amikor a Szolnok egy kicsit kemített a védekezésen, és akkor keressük magunkat. Amikor jól védekeztünk és volt ritmusunk, akkor úgy gondolom már tudunk szép dolgokat csinálni, viszont felállt védelem ellen, amikor az ellenfél keményen védekezik, akkor is meg kell tudni találni a megoldást. A Sitkó Ernő külön díjat, egyben a torna legjobb magas embere címet a hazaiak centere, a szlovák Marek Dolezaj kapta. No, for sure. We played two. Nagyon örülök, hogy ilyen erős csapatok ellen tudtunk játszani, hiszen felmérhetjük azt is, hogy mi milyen állapotban vagyunk és hol tartunk a felkészülésünk során. Új csapat vagyunk, formálódunk, van, aki még csak most érkezett, de nagyon örülök annak, hogy ilyen erős tornán és ilyen jól szervezett tornán tudtunk bemutatkozni a hazai közönségnek. Ilyen mérkőzésekre van szükség, hogy fel tudjunk készülni jól a bajnokságra. Szarvas Gábor korábban játszott Nyíregyházán, ahová most a Szolnok másodedzőjeként ért vissza. Kiválóan szolgálta a felkészülésünket, lépésről lépésre haladunk. Ez volt az első olyan úgymond back-to-back kétnapos terelése a csapatnak, mikor egymás után két napon játszott a mérkőzés. Nagyon fontos volt, hogy figyeltünk a játékpercekre, és nem akartunk túlterhelni senkit, nem akartunk a sérülést kockáztatni. Hála Istennek ez sikerült. Legfontosabb az volt, hogy nem sérült meg senki. Amellett, hogy nyilván, hogyha a Szolnokban játszik, a Szolnok a pályára lép, mindig a győzelemre kell törnie, akár felkészülési szezonban, akár a kupában, akár a magyar bajnokságban. Nyilván örülünk a győzelemnek. Nagyon jó csapatépítő tréning volt, úgymond ez a hétvége. Sokat tudtok a játékosok együtt lenni hotelben, szabadidőkben, és a legfontosabb az, hogy két győzelemmel zártok a tornát. A Szolnok és a Nyíregyháza mögött a Debrecen végzett a harmadik helyen, a negyedik hely pedig a Honvédnak jutott. A Kék Cápák szerdán a Debrecen fogadják, majd viszonozzák a látogatást. A szeptember 30-ai kecskeméti bajnoki rajt előtt a főpróbát a budapesti Honvéd otthonában tartja majd Pető Ákos együttese.